Nyilván a hatalmas nagy élmények és a nagy csata után kaptak pihenőt a lányok, de azt is szeretném, hogyha méltóképpen fejeznénk be a bajnokságot, és tartva magunkat ahhoz, hogy azon a mérkőzésen, ami jön, teljesen komolyan veszük, teljesen abban a szellemben állunk hozzá, hogy eddig, és nyilvánvaló, hogy nem függ már semmi ettől a mérkőzéstől, de nem szeretnénk, hogyha ha olyan rossz érzés vagy gondolat maradna bárkibe is játékos, szurkoló, vezető, ami nem méltó ez a szezonhoz. Így fogunk hozzáállni. Azért gyanítom, hogy nem életünk játéka lesz, de hogy mindenki komolyan fogja venni és oda teszi magát, azt én garantálom. Azért gondolom, hogy a lányok egy 20 centivel most a föld fölött járnak, ilyenkor egy picit vissza kell őket húzni? Van akit visszahúzni, van akit talán egy kicsit még följebb lökni, tehát hogy találjon vissza a helyes útra. Nyilvánvaló, hogy ezek olyan élmények, emóciók voltak, hogy ezeket utána ki kell engedni a gőzt, a fáradt gőzt, és azt sem tagadom, hogy az edzésnek előtte sem lesz olyan fajta jellege és hangulata, mint előtte eddig, de még egyszer mondom, komolyan vesszük, és megtiszteljük a Mosó-Magyaróvár, de mindenkelőtt a győri szurkolókat, meg a klubot, és az eddig elért eredményeinket avval, hogy nyilvánvalóan győzni szeretnénk. Lesz esetleg számszerűen kitűzött cél, vagy elég az, hogyha egy jó játékkal szépen búcsúztatjátok az évet? Én azt gondolom, most a cél az, hogy nyerjünk. Talán nem a legjobb játék lesz, de szeretnénk becsempészni olyan dolgokat, amik jellemeztek bennünket egész évben, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy minden kísérülés nélkül ússza meg.